A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, július 9-én, kedden, 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszámolót láthatnak az Alba Régiga szimfonikus zenekar nyárindító koncertjéről, majd ellátogatunk az első világháború eseményeit feldolgozó programsorozat előadására, végül pedig meginvitáljuk Önöket Iszka-Szentgyörgyre, a Kőleves Fesztiválra. Tartsanak velünk! Belcanto címmel a Szép Énekek estére invitálta a székesfehérvári zenebarátokat az Alba Régia szimfonikus zenekar, a koncert szólistái Kertesi Ingrid és Bonzsér Gergely operaénekesek voltak. Az olasz opera és az itáliai dallamok szerelmesei idén sem csalódhattak. Az Alba Régia szimfonikus zenekar a 2023-24-es évadot záró, nyárindító, a Bartók Béla téren megrendezett szabadtéri hangversenyének programja ebbe a varázslatos világba kalauzolt el a közönséget a híres Belcanto Triász, Rossini, Bellini, Donizetti operáinak népszerű részleteit megszólaltatva. Harmadik alkalommal lehetünk itt a Bartók Béla téren. Nagy büszkeség, hogy annak idején 21-ben mi lehettünk itt az első komoly zenei fellépők. Nagyon-nagyon jól vizsgázott akkor a tér, és mint említettem, harmadik alkalommal gyakorlatilag visszatérő állandó vendégként szerepelhetünk itt. Mi magunk is nagyon-nagyon szeretünk itt játszani, és a közönségtől is folyamatosan pozitív visszajelzések érkeznek. Mindig nagyon várják ezeket a koncerteket, és hál' Istennek nem akarom elkívánni, de az idő is nagyon-nagyon kedvezni látszik. Arról nem beszél, hogy ismét sikerült két fantasztikus énekest ide csábítani. Így van, hát azért, hogy a Belcanto tulajdonképpen önmagáért beszél, tehát nápolyi dalokat nyilván rangos énekesekkel érdemes a közönség elé tárni. Maga a zenekar is azt gondolom, hogy most már egy nagyon-nagyon komoly törzsközönséggel bír, de mindig meghatározó, hogy kiket tudunk meghívni, és azt gondolom, hogy Kertesi Ingrid és Bonzsér Gergely neve egyértelműen vonzerővel bírtak. A sokáig emlékezetes zenei élményt nyújtó nyáresti koncert dirigense az Alba Régia szimfonikus zenekar művészeti vezetője, Dobszai Péter junior prima díjas karmester, a Belcanto a Szép Ének csupa nagybetűs barátja volt. Hál' Istennek szép közönség fogja látogatni a mai esti koncertünket, ezt a jegyeladásokból már biztosan tudjuk, és valóban a Bartók térnek a kapacitását teljes mértékben ki tudjuk most már használni, ahogyan hál' Istennek az elmúlt években is, és hát nagyon nagy öröm számunkra az, hogy ez az idei műsor, ez a Belcanto műsor, az olasz operai és nápolyi dalok repertoárjával ilyen szép tömeget vonzott. És nyilván megerősítést jelent, hogy velünk lesz Kertesi Ingrid és Bonzsér Gergő is. Két csodálatos énekművész, akik ennek az operai repertoárnak nagyszerű tolmácsolói. Nagy büszkeség nekünk és nagy inspiráció, hogy itt vannak velünk. Főpróbán túl vagyunk, a hangjaik szárnyalnak, ahogy mondtad is, és csodálatos dolog az, hogy milyen érzékenységgel fordul ő feléjük a zenekar. Az est egyik sztárvendége a Magyar Állami Operaház neves művésze, a székesfehérvári közönség nagy kedvence, Kertesi Ingrid Liszt és Bartók Pásztori díjas operaénekesnő, érdemes és kiváló művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja volt, aki örömmel tért vissza Fehérvárra. Csúcsé,
még akadémista koromban énekeltem, ami nem most volt, sok-sok évvel ezelőtt, tehát ez ugye egész más kar, Drahos Bélával és a más karmesterekkel, és a Dobszai Péterrel is énekeltem már, és nagyon-nagyon-nagyon tehetségesnek tartom, és nagyon jó vele énekelni. Boncsér Gergely kollégámmal is sokat énekeltem az operában, meg hát maga az, hogy Belcanto, tehát ugye a szép éneklés, ugye azt jelenti, ezt is tanítom, szeretném tanítani az akadémián, remélem sikerrel zeneakadémián, és gyönyörű a műsor, csupa Belcanto gyöngyszem, úgyhogy én nagy örömmel fogadtam el, és jó idő van, remélem, hogy siker lesz, sokan jönnek. Mi a Belcanto, az olasz dalok titka? Gyönyörű, meg kell próbálni nagyon-nagyon szép íveket énekelni, és nagyon rugalmasan, tehát, hogy ugye ez nem olyan, mint egy oratórium, habár szerintem annak is az alapja minden éneklésnek és szép éneklésnek a Belcanto az alapja, véleményem szerint. Tehát egyszerűen érezni kell ezeket a dallamokat. Boncsér Gergely, Magyar Arany Érdemkereszt díjjal kitüntetett operaénekes, az Operaház egyik vezető tenoristája számára igazi kihívást és egyben felüdülést jelentett ez a találkozó a helyszínnel, a dalokkal és a közönséggel. Heteim nagyon sűrűek voltak, tényleg, tehát színházi munkák, felkészülés, következő projekt, és mindezek közepében jött ez a koncert. És az az igazság, hogy felüdülés volt ide érkezni, már tegnap is a próbára, meg most délután, aztán pláne, amikor megérkeztem erre a tényleg csodálatos térre, meg Fő utcára, és valóban meg kell, hogy erősítsem, hogy ez mindenkinek egy felemelő érzés, ez a helyszín és ez a koncert, úgyhogy nekem is. Amikor készültünk a koncertre, és megkaptam a felkérést, akkor természetesen nagyon örültem, de hát akkor az ember még nem igazán tudja, mire számíthat. Aztán, amikor eljött az ideje a tegnapi próbának, akkor már élveztem, hiszen akkor összeállt a program, láttam, hogy mit énekelnek a többiek, láttam a csodálatos zenekart, a karmester, akkor elkezdtünk együtt dolgozni, és aztán valóban ez a tér és a helyszín pedig fölteszi az íre a pontot, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat, mert itt vagyunk délután oltató, vagyunk egy főpróbán, és most nagyon várjuk a koncertet. Tehát az olasz dalok, nem az arancs, nem a nyitja, rabja teszi a kalitkát, az a titka? Igen, nagyon jó a programválasztás. Valóban olasz dalok fognak felcsendülni, és a Belcanto, a Belcantóhoz híván én például nem egy Donizettit is fogok énekelni, úgyhogy tényleg az igazság, hogy ritkán is van ilyen koncert, amikor kifejezetten ilyet kérnek, vagy ez a célja a koncertnek, de fantasztikus lehetőség ez nekem is, és nagyon jól érzem, lubickolok benne, mondhatni. A koncert megerősítette, a Belcanto a 17.-19. századi olasz énekművészet, az itáliai opera elbűvölő szépségű melódiákban gazdag kompozíciós stílusa ma is elvarázsolja a zeneértő közönséget. A
Városi Levéltárban bemutatták Ébert Erdős Ferenc Székesfehérvár a nagy háború árnyékában című kötetét. A programsorozat az első világháború Székesfehérvárhoz kapcsolódó történéseit dolgozta fel. Könyvbemutatóval folytatódott a Székesfehérvár a nagy háborúban rendezvénysorozat a Városi Levéltár és Kutató Intézet Szegfi Gyula termében. Ebert Erdős Ferenc Székesfehérvár a nagyháború árnyékában című kötetét Elsimon László József Attila díjas író, a Magyar Művészeti Akadémia tagja mutatta be a történelem iránt érdeklődőknek. Erdős Ferencnek a megyei levéltár nyugalmazott igazgatójának a könyve valóban korszakos kötet. Én magam is az olvasása során döbbentem rá arra, hogy milyen keveset tudok az első világháború Székesfehérvár és Fejér megyei történéseiről. Pedig egyébként a családom története miatt is, hiszen két dédapám is a székesfehérvári háziezredben harcolt, az egyik őjük meg is halt a szerb fronton, a másik visszajött 12 isonzói csata után. Szóval magam is sokat foglalkoztam az első világháború fehérvári történéseivel. De hát egy olyan részletes, alapos, gazdag és ugyanakkor nagyon jó stílusban megírt monográfiát tett le az asztalra Erdős Ferenc, ami azt hiszem, hogy sokak számára fog jelenteni olyan muníciót, ami tényleg egy intellektuális csemegét jelent. Ebert Erdős Ferenc, akik acélfalakként állották a Vártát orosz ingoványos doberdó tetején programsorozat keretében, ezúttal egy olyan egyedülálló történelmi kötettel jelentkezett, amelyben korabeli dokumentumok alapján Székesfehérvár a királyi város és polgárainak megindító helytállását idézi meg az első nagy világégés idején. Ahogy hazánk történetében is az első világháború, és az első világháború négy esztendeje fordulópontot jelent, sorsfordító időszak volt, úgy azt mondhatjuk, hogy 1914 nyarától sorsfordító események zajlottak le Székesfehérváron. Olyan nagyarányú lelkesedés, eufórikus hangulat robbant ki 1914 júliusában, hogy Magyarország az semminek nem tud, na Magyarországot semmilyen erő nem tudja legyőzni. Ennek érdekében, amikor megkezdődött a Szerbia elleni hadjárat, és a Szerbia elleni hadjáratból világháborúvá terebélyesedett a küzdelem, akkor azt tapasztaljuk, hogy a mintegy 36 ezer lakosú Székesfehérvár polgárai, azt mondhatjuk, hogy egy emberként álltak a háború mellé, és az ország erőfeszítéseit támogatták. Melyek voltak azok az erőfeszítések, azok a hatalmas áldozatvállalások, amelyet ez a 36 ezer lakosságú város vállalt. Az első helyen kell kiemelnem, hogy rögtön a háború kirobbanása után megalakult a Vörös Kereszt Székesfehérvári Egyesülete, amely Széchenyi Viktorné, az akkori főispán felesége vezette az Egyesületet, és megkezdte a gyűjtést a háborúba vonult családok támogatására. Folytathatjuk ezt azzal a sorral, hogy megkezdődött az ideiglenes hadikórházaknak a kiépülése, kiépítése. A legjelentősebb ideiglenes hadikórházak a város területén számtalan helyen voltak, nem csak a csapatkórházban, nem csak a vasútállomás épületében, nem csak az ipariskolában, és nem csak a Deák Ferenc utcai általános iskolában, hanem számtalan óvodában és számtalan iskolában, úgyhogy mint egy október közepéig az iskolai oktatás meg is bénult. Ahogy elvonultak a Székesfehérvárot állomásozó ezredek parancsnokságai és alakulatai, a 13. közös huszárezred, a 10. huszárezred,
a 17. huszár, a 17. gyalogezred, vagy a 69. ugyancsak közös gyalogezred, azt követően már augusztus 3-án megérkezik az első, a szerb hadszíntérről érkező és sebesülteket szállító vonat, mintegy 850 fővel. Ennek a 850 főnek az elhelyezése, élelmezése és gyógykezelése is a székesfehérvári önzetlen polgárokra és az itt dolgozó orvosokra, az itt élő orvosokra várt. Például ebben az időszakban Lausmann Gyula, a vármegyei tiszti főorvos hajtotta végre az első operációt. A mellette a társa, Kránik orvos ugyanezt tette. És azt tapasztaljuk, hogy augusztus első napjaiban egymás után érkeznek a sebesülteket szállító vonatok. És ez a folyamat tart egész éven át, sőt egészen 1915-ig, míg föl nem épül a Budai úton a Barakhadi kórház. Például 1914. december végéig mintegy 55 ezer sebesültet, frontról érkező sebesültet kezelnek, ápolnak és gyógyítanak Székesfehérvárot, és azt tapasztaljuk, hogy ez a folyamat végig tart 1915-16-ig is, amikor a háborúban megsebesült katonák gyógykezelése mintegy 100 000 főt is meghaladta. Azt mondhatjuk, hogy ebből a szempontból Székesfehérvár lakossága a nemzeti áldozatvállalásnak egy nagyon szép példáját mutatja. A következőre szeretnék még utalni. A nemzeti áldozatvállalás megmutatkozott abban is, amikor 1914. november 12-én meghirdették az első hadikölcsönt. Az első hadikölcsönkötvény a nemzeti áldozatvállalásnak is nagyon szép példája. Székesfehérvár lakói, polgárai több mint 6 millió koronát fordítanak erre a célra. Ha összehasonlítjuk, a város 1915. évi költségvetésével, akkor azt tapasztaljuk, hogy ennek a költségvetésnek mindegy a négyszerese, hogy tovább fokozzam, vagy tovább folytassam az áldozatvállalásnak a nagyszerű voltát. Azt mondhatom, hogy az 5. hadikölcsönig, tehát 1915 végéig, de most már a megyei lakosság és a városi lakosság együttes adománya megközelítette a 70 millió koronát. És ha ezt a közel 70 millió koronát elosztjuk a város és a megye lakóinak számával, akkor azt tapasztaljuk, hogy egy lakosra mintegy 270 korona jutott. De az áldozatvállalás folytatódott azzal, hogy rendkívül nemes célra is gyűjtöttek Székesfehérvárot. Nem csak a háborúban megsebesültek, a háborúban elhunytak árváinak fölnevelésére fordítottak nagyon jelentős gondot, hanem arra is, hogy az árva, háborús hadiárvák gondozása, ápolása és életre való nevelése az egy össznemzeti feladat, egy össznemzeti törekvés legyen. Ennek érdekében 1915-ben indult meg a Prohászka Otokár nevével és személyiségével fémjelzett hadjárva intézet megépítésére való törekvés. Azt mondhatom, hogy 1917-ig több mint 150 ezer korona gyűlt össze csak itt Székesfehérvárot, azzal a céllal,
hogy a város által adományozott telken fölépüljön az a zárvaház. Természetesen az első világháború nem tette lehetővé, hogy 1918-ig fölépüljön az árvaház, hanem az árvaház alapjainak lerakására 1922-ben került sor, majd az egész intézet 1926-ban kezdte meg a működését. Azt mondhatom, hogy az árvagondozás Székesfehérvárot kiemelt szerepet játszott, az első árvaintézet még a Budai úti hadikórházban kezdte meg működést 1920-ban. De hogy utaljak azokra a nemes harcokra, amelyet a székesfehérvári ezredek vívtak a szerbiai fronton, de különösen a galíciai fronton, ki szeretném emelni a 10. császári és királyi huszárezrednek a hősi hajtálását, amely 1914. december 4-én kezdődött, és a 10. huszárhadosztály alakulataként december 11-én visszaverték az orosz erőknek a támadását. Ez a támadás azért volt nagyon veszélyes 1914 végén, mert a cári orosz csapatok az északkeleti Kárpátokon betörve Székesfehérvárt nem, Fehér megyét sem, de a megyének, illetve az országnak az északkeleti vidékét azt igen jelentősen veszélyeztették. Hogy tovább folytasson a fehérvári lakosságnak a helytállását, például az árvák ellátására gyűjtöttek. Például gyűjtőkocsi mozgalmat indítottak 1915-ben a kórházakban ápoltak ellátására. Ez a gyűjtőkocsi mozgalom nem csak Székesfehérvárra volt jellemző, hanem kitartott egész megye területére is kiterjedt. A legjelentősebb személyiségek, akik az 4 év alatt, tehát 1914-től 1918 végéig Fejér megye és Székesfehérvár élén álltak, ki kell emelnem a Sára Gyula polgármesternek a szerepét, aki ez 1908-tól a város polgármestere, ki kell emelnem Prohászka Otokárnak a halhatatlanul jelentős szerepét az első világháború időszakában, aki Prohászka Otokár 1905-től a Székesfehérvári Római Katolikus Egyházmegye püspöke, maga a pápa szentelte püspökké 10. Pius 1915 végén, és a székesfehérvári szék elfoglalására pedig 1906. januárjában került sor. De Prohászka volt az, aki a béke érdekében imamozgalmat szervezett Székesfehérváron. És ez kiterjedt az egész egyházmegye területére. Vagy 1916-ban ő az a személyiség, aki fölhívja a figyelmet a szociális feszültségekre. A Magyar Gazdasági Egyesület ülésén fölveti a földosztásnak a szükségességét. A háború alatt. És azt mondja, hogy az egyházi birtokok egy részéből, a nagybirtokosok tulajdonában lévő birtokok egy részéből alakítsunk ki bérleti földviszonyt, tehát 15 és 35 kateszteri hold közötti területeket. Adjunk bérbe, de azoknak, akik harcolnak
a hazánkért harcolnak a háborúban. A június 6-án indult sorozat első eseményén a tábori lelkészekkel ismerkedhettek meg az érdeklődők, a mostani kötet bemutató után június 20-án pedig a Gorlice-Tarnów offenzíva jelentőségéről hallhatnak majd előadást. Ebben az esztendőben is megrendezik Iszka-Szentgyörgyön a Kőleves Fesztivált. A szervezők bíznak abban, hogy a program az elmúlt évhez hasonlóan idén is elnyeri a vendégek tetszését. Iszka-Szentgyörgyön első alkalommal az elmúlt évben hagyományteremtő szándékkal indult útjára egy helyi fiatalakból álló csapat és az Iszka-Szentgyörgyi Közművelődés és Szabadidősport Egyesület szervezésében az a kortárs zenei program, aminek helyszíne az egykori kőfejtőből lett kőszínház volt. A sikere tekintettel az idei évben is várják a vendégeket. A második évben szervezzük a Szentgyörgyi Kőleves minifesztivált. Igazából tényleg a célközönség az így a helyi lakosok, illetve környékbeliek. Az itteni formációknak egy bemutatkozási lehetőséget szeretnénk, fellépési lehetőséget biztosítani, és tényleg egy olyan családi rendezvényt létrehozni, ami egy ilyen meghatározó része lehet Iszka-Szentgyörgynek is, de ugyanakkor így a régiónak, a fehérvári és amúgy egyéb nagy rendezvények mellett egy ilyen kisebb családi rendezvénynek a megvalósításán dolgozunk. Hogy jött a gondolat? Hiszen ez nagyon fontos, nem csak elhatározás kérdése, hanem nyilván ezt a társaság nívósan meg is valósítja. Igen. Hát igazából két helyről is így indultak ezek az ötletforrások. Az egyik az még a gimis zenekarral voltunk egy hasonló mini, még kisebb fesztiválon Kissomjón, és nagyon megfogott minket ez a családi légkör, az, hogy egy összetartó közösség dolgozik ennek a megvalósításán, és igazából egymás örömére muzsikálnak. A másik pedig még így 2019-ben merült fel Woodstocknak az 50. évfordulója alkalmából, hogy hát ha már fesztivál, akkor fesztivál, és hogy szervezzünk mi is valami hasonlót, persze, a erőforrásokhoz tekintetően kisebb léptékben, ez akkor igazából itt gondolat formán megmaradt, és egy pár évvel később sikerült a tettek mezejére lépnünk a helyi önkormányzattal, az egyesülettel karöltve, sikerült így tavaly első évben megvalósítani. Milyen programok várnak az idei vendégekre? Ugye elsősorban egy zenei fesztiválról van szó, tehát koncertekkel készülünk, ez kiegészül gyerekeknek külön foglalkozással, hiszen célunk az, hogy így nagycsaládos emberek is el tudjanak látogatni, és igazából igyekszünk minden korosztálynak megfelelő programmal készülni. Tervben van a jövőben egyéb résztvevőknek a bevonása, egyenlőre ott tartunk, hogy ilyen 5-6 fellépővel készülünk, tehát egy ilyen délutáni esti hajnalban még lehet, hogy táncház egyéb bulizás lesz utána, úgyhogy így körülbelül ez az ötlet. És a műfajokról kérdezhetem? Igen. Ez is egy ilyen meghatározó része volt. Alapvetően a tavalyi év eléggé eklektikusra sikerült, de alapvetően cél volt az, hogy tehát tényleg ugye helyi környékbeli formációk legyenek, és ezt igazából sikerült úgy összeválogatni ilyen ismerettségek alapján, hogy mindenkinek volt egy kis kötődése a magyar népzenéhez, hanem is autentikusan, de bizonyos elemeket felhasználva a népzenei gyökerekből alkották meg a zenéjüket, ilyen például a Puszták Népe Front Fehérvárról, ugye, ők idén is jönnek hozzánk, ugyanakkor a Hungarikum Együttes is fellép idén, akik pedig így úgymond a házigazdák, mondhatnám így, az a Bolyongó és a Gorgen Benzol két együttes. Én a Bolyongónak vagyok amúgy tagja, és mi is így a népzenei gyökerekből táplálkozunk, és azt dolgozzuk át egy kicsit így a saját szánk ízére. A Mini Woodstock szervezői idén sem bíznak semmit a véletlenre, ideje korán megkezdték a találkozó szervezését, így már biztos, hogy idén is kivételes élményben lehet részük azoknak a zenebarátoknak, akik a Szentgyörgyi Kőleves Fesztivált választják kikapcsolódásul. A találkozóra ez évben augusztus 24-én várják a zenebarátokat az Iszka-Szentgyörgyi Kőszínházban. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.